A következő évtizedek egyik legfőbb feladata lehet az élelmiszer pazarlás elleni törekvés, mondta el Fazekas Sándor Nyíregyházán. A korábbi földművelési és vidékfejlesztési miniszter azokról a tényezőkről beszélt előadásában, amelyeket figyelembe kell venni az élelmiszerbiztonsági intézkedések meghozatalakor. A világ élelmezésénél különösen számolni kell azzal, hogy az éghajlatváltozás, a vízhiány, a népességnövekedés, a különböző járványok hatásai, és ott az élelmiszer pazarlás is befolyásolják azt, hogy miképpen lehet ellátni a lakosságot. Elég ha arra gondolunk, hogy a föld népessége az gyorsan növekedik, 2050-re eléri a 10 milliárdot. Persze a mezőgazdasági termelés is növekedik. Az éghajlatváltozás miatt termőterületeket veszítünk, ugyanakkor párhuzamosan termelésbe vonható területek szabadulnak fel, például Ázsiában, Szibériában, Észak-Amerikában, tehát többféle hatás jelenik meg egyszerre. Fazekas Sándor megjegyezte, Magyarország nagy vízkészlettel és jó minőségű ivóvízellátással rendelkezik, ugyanakkor világviszonylatban vízhiány van kibontakozóban. Hozzátette, mezőgazdasági fejlesztésekre is szükség van, ahhoz, hogy a felhasználás takarékosabb legyen. Az öntözés, vízfelhasználás kérdésénél is a takarékosabb megoldások irányába tolódott el a technológia, a mezőgazdasági technológia, és hogyha azt nézzük, hogy a vízfelhasználásnál mondjuk egy készterméknél milyen mennyiségre van szükség, hát érdemes takarékoskodni. Egy kiló marhahús előállítása az 15 ezer liter víz szükséges. Tehát, hogyha kidobunk egy kész élelmiszert, akkor tulajdonképpen a vizet is pazaroljuk. Tehát egy környezettudatosabb fogyasztásra van szükség, egy beosztóbb, takarékosabb vásárlás az elkövetkező évtizedekben, és egyúttal a mezőgazdasági termésnek a korszerűsítése, a gazdaságosságának a növelése is fontos feladat. A konferencián szót ejtettek az informatika legfő veszélyforrásairól is. A biztonsági szakértő szerint a felhasználók nem elég körültekintőek az internet böngészésekor, ez pedig megnyitja az utat az adathalászok előtt, akik könnyen visszaélhetnek a megadott személyes információkkal. Az egyszerű felhasználók kétféleképpen vélekezhetnek. Az egyik a legfontosabb az, hogy a saját jelszavukra nagyon vigyázzanak, hogyha a username password felállásban használnak valamit. Sokkal jobb, hogyha ezt meg tudják erősíteni egy kétfaktoros autentikációval, ami egyébként nagyon fontos, hogy Magyarország élen jár Európába a bizonyos EIDAS-nak megfelelő kétfaktoros autentikációval. Ez a új típusú személyigazolványunk, ez erre alkalmasát ez bennünket. Ez egyik oldal, a másik pedig az, hogy mindenki csak annyit használja a jogosultságot, amire szüksége van. A konferencián elhangzott, az informatikusok ugyan folyamatosan dolgoznak a biztonság növelésén, de a technológia fejlődésével párhuzamosan a számítógépes bűnözők lehetősége is bővülnek.